szájtó szövetekben lévő víz és a gyümölcsben lévő víz az megfagyott. Ványi Gábor éppen azt mutatja, hogy a megfagyott gyümölcs kezdemények már bebarnultak. A szakember elmondta, a cseresznyét kettévágva jól látszik, hogy a belseje is barna vagy fekete. Az ilyen sérült gyümölcs nem fog kifejlődni, vagy rosszul fejlődik, deformált lesz. Ennek következtében hiába növekszik tovább, heteken belül akár már a 20 mm-es nagyságot elérve is lehullhat. 2 méter magasságig szerintem egy olyan 30%-os fagykár írt a cseresznyei ültetvényemet. Még nincs tragédia véleményem szerint. Ez úgy fogalmazok, hogy egy erős termésritkításnak megfelel. Ha nem ér újabb hideg, jég, egyéb ilyen probléma, akkor a technológiát betartva egy nagyobb átmérő gyümölcsöt tudunk elérni, vagy gyümölcs méretet tudunk elérni, ami még esetleg pozitív is lehet az értékesítés folyamán. Ványi Gábor gyümölcsös kertje nem szenvedett végzetes fagyást, azonban a megyében nem minden gazda volt ilyen szerencsés. 21-én hajnalban a 4 és 6 és fél fokot mértek a megyének azon az úgynevezett vízválasztó részén, ez Nyiradony környéke, Balkány, Nyírlugos, Nyírmihályi, Nyírbátor környéke, mértek ez a 6 fok közeli hőmérsékleteket, de a megyének a többi részén is 3-4 fokokat mértek. A 3-4 fokok azok jelenthetnek még egy csekélyebb kárt is, mert a természetes hullás előtt vagyunk még, és regenerálódhatnak ezek a gyümölcsök, és lehet, hogy akkor kevesebbet fog majd a természetes hulláskor magáról lehullajtani. Rácz Imre elmondta, az eddigi bejelentések alapján a térségben a cseresznye, a medgy és a szamóca sok helyen 100%-os fagyáskárt szenvedett. Arra hívta fel a gazdák figyelmét, hogy érdemes már most felmérni a károkat, és 15 napon belül jelenteni a falugazdásznak, hogy az esetleges fagykártámogatásból ne csúszanak ki az érintettek.